Egymásnak adták a kilincset a betegek az új orvosi rendelőben, Hőgyészen. Ennek a férfinak épp az új jogosítványához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálata zajlik. A kívül-belül felújított épületben 21. századi körülmények között gördülékenyebben megy a munka. Az 1927-ben épült intézményre ráfért már a felújítás, mondja az ott praktizáló Endrődi Csaba házi orvos. Akkor is orvosi rendelő volt, csak egy része még szolgálati lakásként funkcionált nagyon-nagyon régen, az teljesen kihasználatlan volt. Körülbelül állt két helyiségből, még egy váróból ez az egész rendelő, meg ez az egész épület. Teljesen felújították, maximálisan a 21. századnak megfelelő műszerezettséggel, helyiségelosztással, a legmodernebb eszközökkel, ami alapellátásba kell. Mi nagyon örülünk ennek. Két orvosi körzetet és a környező településen élőket is innen látják el. Ezért van ekkora jelentősége ennek a beruházásnak, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője az épület átadóján. Nagynak számít, főleg a település méreteihez képest mindenképpen nagynak számít, nem csak hőgyészi lakosokat, betegeket lát el ez a körzet, ami elsősorban Mucsiból fogadja még az ide érkezőket. A beruházás a településfejlesztési operatív program révén valósult meg. 75 millió forintot tudtunk költeni az épületre, annak a teljes felújítására. Gyakorlatilag a teljes közműrendszer cserére került, illetve a rossz állapotú régi tetőszerkezet és cserépfedést kapott, az épület korszerű hőszigeteléssel lett ellátva. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, a Tolna megyébe érkező több milliárd forintnyi top forrásra és az abból megvalósuló fejlesztésekre óriási szükség van a vidéken. A kis településen élő emberek is megérdemlik azt, hogy foglalkozzunk velük, megteremtsük a lehetőséget a normális életre, ehhez tartozik ez az épület is. Tolna megyében közel 27 milliárd forintból valósulnak meg beruházások a településfejlesztési operatív program révén.